Köszöntöm Önöket, ez a Kincstársalgó, a Salgó-Tarjáni Városi Televízió kulturális és művészeti témákkal foglalkozó magazin műsora. Az elfeledett magyar űrváros. Néhány nézőpontból igencsak sajátos látványt nyújtanak Salgó-Tarján épületei és térszerkezetei. Ezeknek a különleges építészeti kompozícióknak a történetét mutatjuk be. Virtuális tárlatok. A koronavírus járvány miatt a múzeumok nem látogathatóak, így a megnyílt kiállításokat sem lehet a helyszínen megtekinteni. Az egész világon a legtöbb intézmény ebben a helyzetben virtuálisan teszi közzé a tárlatait, és ehhez csatlakozott a salgó-tarjáni Donnyai Béla Múzeum is. Lelkisegélyszolgálat. A járványügyi veszélyhelyzet miatt felértékelődött a telefonos lelkisegélyszolgálatok szerepe, amelyet országszerte egyre többen vesznek igénybe. A következő percekben egy kis városnéző sétára invitálom Önöket, Salgó-Tarján jól ismert városrészei, épületei, térszerkezetei közé. Ami újszerű lesz ebben, az néhány sajátos nézőpont. Először a modernebb városrészeknél nézünk körül, majd pedig ugrunk 100 évet az időbe vissza. Jöjjenek velem! Ez a térszerkezet, amelyben most állok, 10 évvel ezelőtt egy szakmai blogot is megihletett, egy építész szakmai blogot. Írója egy elfeledett magyar űrváros Nógrádban címet adta a bejegyzésének. Egy egészen sajátos nézőpontból vizsgálta ezt a teret és ezeket az épületeket. Megpróbálunk ebből most mi is valamit visszaadni. A blog írója Földes András így fogalmazott ezzel az építészeti kompozícióval kapcsolatban. Idézem. Mintha egy Stanislav Lem novella filmváltozatához épült őrült drága és életnagyságú díszletben jártunk volna. A három egymással összegabajodó betonstruktúra ugyanis olyan egységes, késő modern stílusú szövetet alkotott, mintha egyetlen űrbázis különböző elemei lennének. A téren a múzeum, a városháza és a toronyházak közt állva csak esztétikai elragadtatottságunknak tudtunk hangot adni, írja a szerző, majd így folytatja. Eszünkbe nem jutott vicces megjegyzéseket tenni a nagyon 60-as, 70-es évekbeli és nagyon beton monstrumokra. Salgó-Tarján ugyanis lenyűgöző. Az építésszerző a legizgalmasabbnak itt a központi elemet, a múzeum épületét említette. Az óriási, lekerekített sarkú, löncs húskonzervekre emlékeztető formákat és annak kerámia burkolatát. Az épület jó arányait Szrók György tervezte. A múzeum fölé az egyik oldalról ebben a hármasban jól működő két magyar György tervezte toronyház magasodik. A másik oldalról az 1985-ben befejezett városháza szürke beton dömbje öleli körül, lekerekített sarkaival folytatva az építészeti stílust. A beton és üvegcsíkjaiból álló komplexum az ívek és a faltörései miatt nem tűnik nyomasztóan nagynak. A blog szerzője a salgó-tarjáni űrbázis hasonlat tematikáját tartva írásában ide sorakoztatja még a lábakon álló monumentális űrállomásként a karanyszállót. A geometrikus meg a dombor műtervezője Jánosi György Ibl díjat kapott az 1959 és 63 közt épült hotelért. Ide sorolja még a szerző a letisztult modernista József Attila művelődési házat is, és hozzáteszi. Az elegáns, üveghomlokzatú fektetett téglatestet egészen biztosan az itt leszálló földön kívüliek elkápráztatására találták ki. Lépjünk tovább Salgó-Tarján olyan épületeire, melyeket szintén jegyeznek a nagy építészeti adatgyűjtemények. És ezzel már az Art Deco és a Novecento stílus sodorvizére elvezünk. A
Ezen példák között különleges helyet kapott egy Csalgó-Tarjáni lakóépület, amely az agyobálfalvai városrész egy nem túl szembeszökő helyén található. Erről az 1939-ben épült üveggyári tisztviselői házról van szó itt a Budapesti úton. A ma már lakóépületként funkcionáló ház sarkokat lekerekítő fedett üvegerkélyei, ívben függőlegesen megtört üveglapokkal acélszerkezetbe helyezett lépcsőházi bejárata, az épület jellegzetes áramfonalas tagoltsága az Art Deco stílus jellemző példájává teszi a szakirodalmi képgyűjteményekben. A múlt század elejére jellemző polgári építészet útkeresésében nem mellesleg törekedett a belső kialakítás újszerűségére és a lakások változatosságára is. Ebben a házban többféle nagyságú lakás van. 72 négyzetméteres, 80 négyzetméteres, van három egyforma, van két egyforma, és van még két egyforma. Tehát minden lakás más beosztás, hasonló beosztású, de nagysági sorrendben azért egészen más. Az épület visszahat a lakóira is. Barátságos légkör jellemzi az együttélést, és tudatában vannak a lakók annak is, hogy különleges házban élnek. Van egy építész unokaöcsém, aki már sokszor említette nekem, hogy jó lenne, hogyha műemléképületi nyilvánítanák ezt a lakást, mert különleges. Azt hiszem, hogy a környéken ilyen nem található, legalábbis így tudunk róla, úgyhogy építészeti könyvekben megjelent, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehetne, jó lenne, hogyha azért ráfigyelnének arra, hogy ez tényleg nem egy mindennapos épület. Salgó-Tarjánból feljegyzett építészeti példák között előkelő helyet kap még a szintén 20. század elején épült acélgyári templom és az agyvapálfalvai Jézus szíve templom is. Az acélgyári templomot a salgó-tarjáni születésű mérnök Szonták Pál tervezte. Az 1936-ra felépült rendház és templom országos tekintetben is jelentős, így nem meglepő, hogy a közelmúltban megjelent Magyar Art Deco építészet című kiadványban is helyet kapott. A templom és a rendház 1992-ben került az országos műemléki névjegyzékbe. Szintén a múlt század elején épült az agyvapálfalvai Jézus szíve templom, melyet Fábián Gáspár tervezett 1932-ben. Mindkét templom hasonló stílusú, és mindegyik jellemzi a felépülés korát, melyre jellemző volt az új utak keresése, amely nem került el az építészetet sem. Amikor a település dinamikus ipari fejlődésnek indult, az ide özönlő munkások lelki életéről is gondoskodni kellett, mégpedig nagy befogadó képességű templomokkal, melyek felépítését maguk a munkások is támogatták adakozással. Salgó-Tarján építészete újra és újra előkerül különböző fórumokon. Az itt élők folyamatosan vitatkoznak arról, hogy kellett-e ez a dinamikus átalakítás az egykori bányászvárosban. Építészek példálóznak vele, szintén vitatkozva azon, hogy mennyire veszi figyelembe a természeti környezet adottságait. Egy kaliforniai egyetemen pedig az oktatási anyagban is benne van Salgó-Tarján belvárosa, és nem elrettentő példaként. Kis képes összeállításunk nem kívánja egyik tábort sem erősíteni. Mindössze arra vállalkoztunk, hogy kiemeljük azokat az elemeket, melyeket az építész társadalom valamilyen formában felemlegett Salgó-Tarjánból. Koronavírus járvány miatt a múzeumok nem látogathatóak, így a megnyílt kiállításokat sem lehet a helyszínen megtekinteni. Az egész világon a legtöbb intézmény ebben a helyzetben virtuálisan teszi közzé a tárlatait, és ehhez csatlakozott a salgó-tarjáni Dornyai Béla Múzeum is.
A Ludas, a Fürge, a Macskás és a Kapitány című Dargai Attila emlékkiállítást most így nézhetik meg az érdeklődők. A Balázs Béla díjas rajzfilmrendező Dargai Attila alkotásait bemutató tárlat kiemelten foglalkozik sokak nagy kedvenceivel, a Ludas Matyi, a Vukka, Szaffi és az Erdőkapitánya mesefilmekkel. De más mesék is megjelennek a kiállításon, mint például a Hajrá mozdony, Sárkány és Papucs, a Vacak a hetedik testvér, a Gusztáv, valamint Dargai, meg nem valósult filmtervei. A 2009-ben 82 évesen elhunyt rajzfilmrendező és képregényrajzoló Dargai Attila már gyerekkorában sokat rajzolgatott, és később is megmaradt ez a szenvedélye. Sokat mondó, hogy egy figurát akár 200-szor is lerajzolt, amíg olyan nem lett, amilyennek elképzelte. A Dargai emlékkiállítás kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól. Azon kívül, hogy jeleneteket láthatunk az egyes mesefilmekből, belenézhetünk az animációs film készítésének a kulisszatitkaiba is. A virtuális séta mellett online tekinthető meg a Dornyai Béla Múzeum egyik különleges fotókiállítása. Minden napra egy Gábler címmel indított sorozatot Facebook oldalán a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum. A pillanatképek a múltból Gábler Vilmos fotográfiái című időszaki tárlat február második felében nyílt meg az intézményben, de a koronavírus terjedésének lassítására szolgáló intézkedések következtében csak néhány hétig volt látogatható. A fotográfus és acélgyári művezető, majd műszaki tisztviselő Gábler Vilmos fotóinak különlegességét az adja, hogy 100 évvel ezelőtt az akkori kezdetleges fotótechnikával örökített meg családtagokat, épületeket és környékbeli tájakat. Huszonöt éves fotós munkássága ideje alatt fényképeivel sok könyvhöz és nógrádi Uti Kalauszhoz is hozzájárult. Ilyen például a Dornyai Béla által írt Salgó-Tarján és a Karancsmedves vidék részletes kalauza. A múzeumban több hónapon keresztül javították és digitalizálták Gábler Vilmos közel 700 darabos, komoly helytörténeti jelentőségű üvegnegatívjait, amelyből kiváló minőségben 50-et tártak a nagy közönség elé. A tárlaton szereplő fotókat most egyesével mutatja be közösségi oldalán a Dornyai Béla Múzeum. Felértékelődött az elmúlt napokban a telefonos lelkisegélyszolgálatok szerepe az országban. A következő percekben Dudás Erikát, a Salgó-Tarjáni stábvezetőjét, és nem mellesleg az Országos Szövetség alelnökét faggatom a megváltozott helyzetről netes kapcsolaton keresztül. Ugye arról szólnak a hírek, hogy meglehetősen leterheltek a lelkisegélyszolgálatok mostanában. Milyen módon, milyen tendenciák szerint? Tehát hogyan történt ez? Hogyan épült ez a leterheltség fel az elmúlt hetekben? Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 17 tagszolgálatával és több száz önkéntessel természetesen fel van készülve a kialakult helyzetre, és már gyakorlatilag február óta megjelentek azok a hívások, amelyek a koronavírus okozta helyzethez kapcsolódnak.
Gyűjtjük folyamatosan azóta is. Statisztikáink azt mutatják, hogy márciusban már elérte az 1000 hívást, ami ezekhez a hívásokhoz kapcsolódott, és áprilisban pedig minden második érdemi hívásunk az a kialakult helyzethez valamilyen módon kötődik. A leterheltségen túl hogyan hat ez a helyzet a munkatársakra és az egész szervezetre, meg tulajdonképpen a technikára? Szeretnénk a legjobb, leghatékonyabb szolgáltatást nyújtani hívóinknak. Ez azt jelenti, hogy szövetségünk felkészült arra, hogy minél hatékonyabban tudja ellátni a szolgáltatást, ugyanakkor az ügyelőinknek is egy biztonságosabb helyzetben való hívásfogadás jöhessen létre. Emiatt április elejétől már otthon, tehát home office módon tudjuk fogadni a hívásokat. Ebben több mint 200 önkéntesünk tud jelenleg részt venni. A járványos időszakban milyen tematikák, milyen tendenciák mutatkoznak meg a beszélgetésekben, esetleg korosztályokra bontva is, hogyha lehet ezt így taglalni? Nagyon lényeges, hogy már a február végi hónapokban a hívások leginkább az idősek, leginkább ők hívtak bennünket, és lényeges az, hogy a félelmeik mellett az információkra voltak kíváncsiak, mi ez a járvány, mikor lesz vége, illetve mivel jár, mire kell nekik készülni. Természetesen önkénteseink információkat is tudnak nyújtani a hívóknak, ami azt jelenti, hogy egyrészt azokat a vonalakat is a figyelmükbe tudjuk ajánlani, ahol még több információt kapnak a kialakult helyzetről, másrészt a higiénés követelményekkel, a korlátozásokhoz kapcsolódó információkkal is el tudjuk őket látni. Azt gondolom, hogy ez lényeges ebben a helyzetben. A másik része a hívásoknak, amely főleg már március hónapban és jelenlegi április hónapban erősödött fel, ezek a különböző érzelmek megjelenése, és nem csak a magányra gondolok, hanem azok az aggodalmak vagy félelmek, amelyek egyrészt az egészségi állapotot jelentik, másrészt pedig magának az izolációnak a következménye. Azokban a helyzetekben, amikor az egyén nem tud választ adni, nem tud reagálni a kialakult helyzetre, vagyis bejósolhatatlan, befolyásolhatatlan számára az a tény, hogy otthon kell maradnia, hogy izolálva van, hogy nem találkozhat az ismerősökkel, nem láthatja a rokonait. Ez tulajdonképpen egy stressz tényező, és tehetetlen ebben a helyzetben. Ha nagyon sok a korlát, akkor nagyon sok negatív érzelem is felszínre kerül, ami lehet düh, ami lehet különböző negatív érzelmi reakció, sokan idegesek, feszültek emiatt. Az ügyelőink fel vannak készülve az ilyen hívásokra, és tulajdonképpen megfelelő kommunikációs és terápiás alapelemekkel lehet a beszélgetést olyan irányba vezetni, amelynek a végén megnyugszik a hívó, megfelelő információkat kap, és a lehetséges lépéseinek a közös megoldására, annak a megtalálására is sor kerülhet. Hogyan lehet kezelni a kijárási korlátozások okozta felgyülemlett, generált érzelmeket? Azt gondolom, hogy amikor különböző érzelmi problémákkal jelentkeznek a hívóink, akkor lényeges az, hogy mi van helyette, tehát mi van az izoláció helyett, hogyan lehet értelmessé tenni a napokat, az kerüljön a beszélgetésnek a középpontjába. Tehát amikor egy ember, egy személy, egy egyén nem tud túllépni azon, hogy unatkozom, nem tud túllépni azon, hogy tehetetlen vagyok, akkor ehelyett kell valami más. Tehát strukturálni kell az idejét. Hogyan strukturálja az idejét? Ha megvan a napi ritmus, ha ez a napi ritmus hasonlít egy kicsit a régihez, akkor megvannak a kapaszkodók, megvannak a fogódzók az illető számára. Ez azt jelenti, hogy
napi ritmusban a reggeli, a főzés, a takarítás, a ház körüli teendők. Lehet, hogy szerencsésebbek azok, akiknél van kert, hiszen akkor itt a tavasz és a kerti munkák azok sorban már végezhetőek. Ugyanakkor, aki lakásban van, ott is a mozgás egy lényeges tényező lehet, hiszen interneten, de a televízióban is elérhetőek olyan gyakorlatok, amivel ők szívesen tudnak boldogulni. Lényeges a mozgás, mert az, hogy szerethető tevékenységeket is csináljanak minden nap. Ez lehet egy hobbi, lehet egy rég elfeledett tevékenység újraélesztése, lehetnek olyan dolgok, amiket most akarunk rendezni, fényképek, fotóalbumok, a házban lévő kisebb karbantartási munkáknak az elvégzése, amihez kedvünk van, és aminek látjuk az eredményét. Tehát lényeges az, hogy az illető hasznosnak érezze magát, és ne az izolációt, a korlátait lássa, hanem azt lássa, hogy mit tud ebből kihozni, és az örömmel is töltse el. Eddig kicsit úgy alakult a beszélgetés, hogy főképp inkább az idősekről, a magányosokról volt szó, de össze vannak most zárva négy fal közé a családtagok is, gyerekekkel, vagy például otthoni oktatás mellett. És most erről jutott eszembe az a kérdés, hogy hogyan lehet a gyerekekkel beszélgetni erről a helyzetről. A korosztály mentén haladunk tovább, akkor nagyon lényeges, hogy a fiatalabb korosztály közül nyilván hívnak gyerekek is, de ők nem annyira sokan, ők valószínűleg más vonalat használnak, de a szülők hívásai megjelennek a telefonos kapcsolatban. És ha a vírushelyzethez köthetem, akkor náluk is inkább az időstruktúrálással lehetnek gondok, a kényszerű otthonmaradás, az otthoni munkának a gátja, együtt lenni a társal, vagy az együtt lakó közösségeknek a különböző konfliktusai, tanulni együtt a gyerekkel. Tehát ezek újabb-újabb kihívások az illető számára, ami azt gondolom, hogy feszültségekkel járhat. Ugye tapasztaljuk, halljuk, látjuk, hogy a gyerekekben is komoly feszültségeket gerjeszt ez a helyzet, az otthon tanulás is, az összezártság a családdal. Hogyan lehet a gyerekekkel beszélgetni erről a helyzetről? Nagyon lényeges, hogy mit mondjunk a gyereknek ebben a helyzetben. A gyerekek is nehezebben viselik a bezártságot, az otthontanulás is egy új kihívás a számukra, és lényeges, hogy meglássuk azt a lehetőséget, hogy erősíthetők az emberi kapcsolatok, erősíthető a szülő-gyerek, az anya-apa gyerek kapcsolat. A közös tanulás mellett közös sportolás lehet, közös házi munka lehet, közös hobbinak a művelése lehet egy cél, amivel strukturálhatjuk a napot. Nagyon lényeges, hogy meglegyenek a napi rutin dolgok, hasonlítson a napnak a tervezése a korábbi időszakhoz. Tehát megmaradjanak azok a fogódzók, amivel nem lesz semmissé a napunk, amivel nem azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, amikor nem tud ez a helyzet kifogni rajtunk, az már egy lényeges előrelépés. A gyerekek is különböző érzelemmel reagálnak erre a helyzetre, és olyankor a szülőnek azt gondolom, hogy a biztonságot kell, hogy jelentse a gyerek számára. Nem szabad elbagatelizálni ezt a helyzetet. Együtt kell, hogy megoldást találjanak rá, kell, hogy beszélgessenek erről a helyzetről, és nem a tagadásba kell menekülni, hanem együtt kell elviselni az otthon létet. És nyilván ilyenkor több idő jut a beszélgetésre, több idő jut a gyerek érzelmeinek a kifejezésére, azoknak az érzelmeknek a megbeszélésére. Azt gondolom, hogy ez is egy lényeges a továbblépés szempontjából. És lényeges, hogy ne hazudjunk a gyerekeknek a helyzettel kapcsolatban.
Tehát az ő nyelvükön nagyon sok mindent el lehet mondani, és a különböző feszültségeket olyan tevékenységekkel, ami a gyereknek örömet okoz, meseolvasás, közös zenehallgatás, közös kézműves foglalkozás, azt hiszem, hogy oldja a bennük lévő feszültséget. Nagyon sokat segíthet az, ha együtt tanulnak. Tehát, ha a szülő felidézi az általa tanultakat, és újra segít a gyereknek elmagyarázni azokat a kérdéseket, amit esetleg nem tudnak, amiben megkérdezik őket. Maga a kapcsolat minősége is, az együtt töltött időnek a szerepe fontos lehet ilyenkor. Dudás Erika, köszönöm szépen a beszélgetést, és amit még én hozzá szeretnék tenni. Ugye az elmúlt napokban kaptuk azt a hírt, hogy újabb telefonvonalat tesz elérhetővé az eddig is rendelkezésre álló 116-123-as segélyvonal mellett a Magyar Lelki Első Segélytelefonszolgálatok Szövetsége. És mindezt teszi azért, hogy egy kicsit enyhítsenek a nagymértékű leterheltségen, és még hatékonyabb legyen a szolgáltatás. Április 20-ától a 0680-810-600-as vonalon is fogadják a hívásokat a LESZ önkéntesei. Én a balassagyarmati Bottyán János Honvéd Kollégium növendékeként végeztem a Balassi Bálint Gimnáziumot, és ekkor tehát kezdtem el komolyabb művekkel megismerkedni. Dosztojevszki, Stendhal, Tolstoj, meg Ady Endre volt akkoriban a nagy favorit. És egyszer csak rábukkantam, valószínűleg az irodalmi szöveggyűjteményben, ha jól rémlik, egy Kölcsey Ferenc idézetre, részletre, ami olyannyira a krédóm lett, hogy olyan 16 éves forma lehettem, de itthon nem átallottam felrakni a falra, és gyakorlatilag kívülről tudtam, és én mantraszerűen ez a pár gondolat éjjel-nappal ment bennem. Hát elég érzékenyen reagáltam rá 16 évesen. Kölcsey Ferenc, Parainézisz Kölcsey Kálmánhoz, részlet. Törekedjél ismeretekre, de ismeretekre, melyek ítélet és ízlés által vezéreltetnek. E vezérlet híjával sok ismeret birtokába juthatsz ugyan, hanem ismereteid hasonlók lesznek a szertelen sűrű vetéshez, mely gazdag növésű szálakat hoz mag nélkül. Ítélet által rendbeszedett és keresztül gondolt ismeret ver mély gyökeret, és őrizd meg a felüllegességtől. Ízlés pedig adja azon kellemetes szint, minélkül a tudomány setét és zordon, mint a cellájába zárkózott remetének erkölcse. Korunk sok ismeretet kíván, s ez jó oldalaik közé tartozik. De sok ismeret után kapkodás, könnyen odaviszen, hogy címmel és színnel elégedjünk meg. S e hibára hajlás a kor rossz oldalai közt talán legrosszabb. Ki csak társasági mulatságokban óhajt ragyogni, vagy éppen tudatlanok által akarja magát bámultatni, az könnyű módon elérheti célját, de értelmesektől megvettetik. Hogy a dologhoz értők előtt méltólag felléphess, hogy ismereteid mind magadra, mind másokra jól tevőleg hassanak, hosszú, fáradalmas munkára kell elszámba lenned, mert alapos, s egyszer s mint sokoldalú tudományt szerezni, felette nehéz. Sok olvasás, még több gondolkozás, sok egybehasonlítás, még több gyakorlás, s fogyhatatlan béketűrés és állandóság az, ami itt megkívántatik. Ezt tudtam 16 évesen fejből. Ez volt a Kincstársalgó műsorunkat, a Salgó TV YouTube csatornáján visszanézhetik. Új adással legközelebb jövő hét csütörtökön jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!